Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti magazinja június 19-én hétfőn. Kicsengettek az iskolából, beindult a nyári vakáció, ez számos feladatot ad a szülőknek, erről is szó esik a mai műsorban, tartsanak velünk. Itt a vakáció, vigyázzunk értékeinkre és egészségünkre. Falusi turizmus, konferenciát rendeztek Fehérgyarmaton. Jobb közlekedés, utat adtak át Tiszaeszláron. Kitört a nyári vakáció, 2,5 hónapig nem kell a gyerekeknek iskolába menni. Ez a fiataloknak jó hír, a szülőknek azonban számos fejtörést okoz. Hogyan vigyázzunk rájuk az utcákon, a strandon, a fesztiválokon? Jó tanácsokat Kovács Attilától, a megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályvezetőjétől várunk. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy fogadta a meghívásunkat. Nyilván szülőknek egy kicsit azért nehézkesebb ez a nyári vakáció, már csak azért is, mert a gyerekek, hogyha elég idősek, akkor ugye otthon vannak a nap közben, még az ember dolgozik, addig ugye egyedül vannak. Kezdjük azzal, hogy látja, mik a tapasztalatok, mennyire szokott általában ilyenkor nyáron megnőni a gyerekeket ért bármiféle bűncselekmények száma. Mennyire fontos az, hogy ilyenkor beszéljünk ezekről a témákról? Hát az igazság az, hogy mindig fontos erről beszélni, de értelemszerűen a nyári időszak az mégiscsak egy frekventált időszak. Sokat vannak egyedül otthon, illetve sokat mozdulnak ki otthonról a baráti körrel, és akkor szintén szülői felügyelet nélkül szórakoznak. Ha már otthon maradnak, akkor mindenféleképpen érdemes hát őket figyelemmel kísérni, mit is csinálnak, tehát nyilván ilyenkor rászabadulnak az internetre, mindenkit arra hívunk fel, hogy azért ne abból álljon a szünet időszaka, hogy otthon számítógépezik, de ha már internetezik, akkor mégiscsak nyomon kell követni a gyerek, mit csinál, legyen egyfajta korlát felállítva, hogy mennyit ülhet a számítógép előtt, beszélgessenek arról, hogy milyen veszélye vannak az internetnek, a közösségi médiának, hogyha használja, ha esetleg online vásárol, akkor mikre kell odafigyelni, hogy ne utaljon előre pénzt például, vagy egyáltalán nyilván egyeztessen a szülővel a vásárlás előtt, a közösségi médiánál benne van a veszély annak, hogy ismeretlenekkel kapcsolatba keveredik, és akkor ha esetleg bármilyen bántó jellegű üzenetet kap, vagy bármilyen módon próbálják úgymond terrorizálni interneten keresztül, akkor azt beszéljük meg a szülőkkel, mit lehet ilyenkor tenni, hova lehet fordulni. Erről nagyon sokat lehet beszélni. A lényeg az, hogy mindenfajtaképpen legyen egy korlát az otthon léttel kapcsolatban. Nyilvánvalóan, hogyha pedig elindul szórakozni a fiatal, akkor azt fontos tudni a szülőnek, hogy milyen baráti köre van, kikkel barátkozik, merre járnak, hol járnak, mit csinálnak. Fesztiválok ideje van, szórakozás lehetőségre sokkal nagyobb lehetőség, mint egyébként más időszakokban az évben. Én azt szoktam mondani, egyébként a szülő megteheti, akkor sokszor menjen inkább értük, vigye ő haza őket, biztonságosan érkezzenek haza, vagy beszéljék meg, hogy mikor érkezik haza. És beszéltünk mellé, de tudjuk, hogy az alkoholfogyasztás azért ebben az időszakban már a viszonylag fiatalabb diákoknál is előfordul. Most rendőrként mondanom azt, hogy ne fogyasszon senki alkoholt, de nyilván ez nonsens lenne. Inkább azt mondom, hogy a kultúrát alkoholfogyasztásra mindenképpen fektessük hangsúlyt. Ha 3-4-en elmennek szórakozni, akkor ne hagyják, hogy valamelyikük lerészegedjen, vagy ha esetleg mégis ez megtörténik, mert még soha nem jött alkohol, de most igen, és sajnos berúgott esetleg, akkor figyeljenek arra, hogy ne hagyják magára, ez az embert hátra nem hagyunk szimszó, ez mindenképpen éljen, tehát gondoskodjanak arról, hogy vagy velük van, vagy hazaviszik, de nem semmiképpen ne hagyják magára, hiszen rengeteg bűncselekményt követnek el a sérelmére. Ezek mind olyan tanácsok, amelyek azt gondolom, hogy a szülő és a gyermek között van egy normális kapcsolat, akkor mindenféleképpen ezen a nyári időszakon különösebben problémák nélkül át lehet lendülni. Ugye említette itt az internetet, érdemes ezeket a szűrőprogramokat ilyenkor mondjuk felülvizsgálni, vagy megnézni, hogy érdemes-e akár az internetnél, hogy bizonyos oldalak ne jöjjenek be, ezek jó dolgok? Ezeket fontos alkalmazni? Hát sokat lehetne beszélni, persze jó dolgok. Nagyon azt gondolom egyébként, hogy nyilván lehet itt frissíteni különböző programokat, hiszen kell is ezeknél az okos eszközöknél időnként magukat fel is ajánlják a frissítés lehetőségét. Beszélni kell erről mindenképpen a gyermeknek, az, hogy ne úgy ugorjam fejest az internet világában, most az első a nyári időszak, hogy hetekig gyakorlatilag internet, ezt különösebben korlát nélkül, hogy mégis mire kell odafigyelni, ezeket át kell beszélni, és ha a lehetőség van, függően attól, hogy hány éves a gyermek, akkor legyenek igenis korlátok felállítva, nem csak az internet használat mértéke tekintetében, hanem az is, hogy mit nézegethet, milyen oldalakat látogathat az internetezés során. Mostanában tele van a közösségi média olyan applikációkkal, amelyek képesek követni a gyermeket. Tehát én látom, hogy a gyermekem hol van, sőt, nem tudom, ez igaz-e, de azt kínálja egy reklám, hogy bele tudok hallgatni a környezetébe, és hogy milyen zajok vannak ott, ahol éppen az ő telefonja létezik.
Vannak ilyen lehetőségek, ajánlja ezeket, vagy ez már kicsit olyan paranoiás? Hát ez azt gondolom, hogy nem, semmi nem paranoiás, hogy gyermekről van szó, hiszen ő a legfontosabb. Az nem baj egyébként, hogyha tudjuk, hogy merre jár a gyermek. Vannak olyan szolgáltatók, meg vannak olyan mobilkészülékek, amelyek képesek arra, különösebb nehézség nélkül is, hogy megmutatják, hogy ki merre jár a családból. Picit van egy kicsi, valóban ilyen üldözési mánia szerep is talán ilyenkor, de nyilván, ha gyerek olyan, hogy esetleg problémásabb, esetleg elfeledkezik bejelentkezni, hogy hol is vagyok, akkor nem biztos, hogy butaság ez. Ezt minden eset más és más, minden szülőnek ezt fel kell mérnie. Alapvetően a jó szándék érdekében szerintem lehet ezeket alkalmazni, de megfelelő módon. Strandfesztivál. Itt ilyen helyeken nyilván egy ember fölhívja a gyermek figyelmét, hogy óvatosan figyelve, főleg, hogyha a szülői felügyelet nélkül megy a strandra például, de a rendőrség is próbál ezeken a helyeken jobban jelen lenni, vagy vannak olyan segítség, olyan szervezetek, amelyek segítenek a rendőrségnek? Természetesen erre az időszakra kiemelten készül a rendőrség. Minden évben a turisztikai szezon egy kiemelt időszaka az év eseményeinek. Fokozott rendőri jelenléte vagyunk jelen. Ez lehet egyenruhás rendőri állomány, de lehet civil ruhás rendőri nyomozók is, akik mondjuk a tömegben elvegyül, végzik a munkájukat. Nyilván a polgárőrséggel nagyon szoros kapcsolatban vagyunk, illetve a rendezvény szervezőjével vagyunk szoros kapcsolatban, úgyhogy persze kiemelten kezeljük ezt az időszakot. Alapvetően azért ezeken a mostani fesztiválokon az elmúlt években szerencsére visszatérhetünk a fesztiválokhoz a Covid időszak után, alapvetően jó tapasztalataink vannak. Javarészt vagyonelmi bűncselekmények fordulhatnak elő, itt pedig megint csak az embereknek, az állampolgáratnak a saját érdekében tehetnek sok mindent azért, hogy ne legyenek ilyen bűncselekmények a sértetjei, tehát minél kevesebb készpénzt vigyenek magukkal, mobiltelefont, most megint mondanám azt, hogy ne vigyék, de úgyis vinni fogják, akkor azt úgy helyezzék el a zsebbe, hogy ne a far zsebbe legyen, ki lehessen húzni, hölgyetnek a kézitáska a testőrzetében legyen, ne legyen kicipzározva. Ha egy mód van rá, akkor az okmánya külön legyenek tárolva a táskán belül, tehát egy kis odafigyeléssel azért meg lehet előzni sok kellemetlenséget. Mégis, ha valaki ilyen helyszínen bűncselekménynek lesz a sértetje, a közelben biztos, hogy van rendőr egyébként, vagy polgárőr, hozzá fordulat segítségért, vagy a 112-es segélyhívót, hogyha feltárcsázza, akkor bejelentést tehet a sérelmére elkövetett bűncselekménnyel kapcsolatban. Melyik a gyorsabb, hogyha gyorsan valaki körülnéz, és akkor valaki egy rendőrnek mondjuk szól, vagy gyorsabb, hogyha éppen nem a mobilját lopták el, akkor telefonálni? Hát én inkább a helyszínen próbálnék segítséget kérni, hiszen az is lehet, hogy a helyszínen vannak más rendőri erők, akik pont azért vannak ott, hogy a zsebeseket figyelik nyomon, és esetleg látnak olyan arcokat, akik esetleg szóba jöhetnek, és akkor talán még ott a helyszínen elkapják. Tehát mindig, ha a lehetőség van, akkor inkább a rendőrhöz forduljunk ott a helyszínen. Nyilván, ha ez nincs lehetőség, vagy nem találkoznak, akkor ha a 112-t hívják, az is megfelelő, de inkább a helyszínen kérjenek segítséget, ha egy mód van rá. A másik fontos terület ugye az a lakás. A gyerek otthon van a lakásból, kijön, nem úgy zárja be, nem jól zárja be, mire érdemes figyelni, mert gondolom, hogy erre is figyelnek a betörők, hogy ilyenkor talán esetleg könnyebb vagy nehezebb bejutni. Igen, ez a besuronásos lopások időszaka sajnos a nyári időszak, ilyenkor azért akik ezzel foglalkoznak, erre specializálódva vannak. Nyilván a gyerekkel el kell beszélgetni erről is, hogyha elmegy hazulról, akkor zárja be az ajtót, nézze meg, hogy valóban bezárta-e. Most mondanám azt, a régi időszakban élnénk, hogy a telefon csörög, a vezetékes telefon, hogy akkor nem mondja el azt a telefonon, hogy ki van otthon, ki nincs otthon, mikor jönnek haza. De ha mégis valaki még használ ilyen készüléket, vagy mondjuk bármilyen ilyen lehetőség van, hogy mégis felhívják a lakást, akkor ezt ne adjon ki ilyen információkat. És alapvetően egyébként a lakásbetörések megelőzés érdekében nagyon fontos, hogyha valakik nyári utazást terveznek, tehát üdülni mennek valahova, akkor ezt ne nagyon hangoztassák le szűk körben, nyilván baráti körben, hogy a szomszéd tud róla, az egyébként jó is, de nem kell hangoztatni különösebben, vagy ne posztolja ki a különböző közösségi médiából, közösségi oldalakon, hogy ők most nem lesznek otthon 10 napig, mert elmennek ekkor is, visszajönnek akkor, hiszen egy tippet adhat ezzel gyakorlatilag az elkövetőknek, hogy akkor ebben az időszakban a lakás üres. Arról sem érdemes posztolni szintén ezeken a felületeken, hogy mondjuk neki most új színes tévét vásárolt, vagy új bármilyen híradástechnikai eszközt, vagy új órája van, vagy bármilyen más komolyabb értékkel bíró tárgyat szerzett be, tehát ezeket mindenkit óva intenénk. Viszont azt okos dolognak tartom, hogyha egyfajta házi lejátárt mindenki vezet magának, hogy milyen van, mondjuk aranyékszerei vannak, esetleg fotót készít róla, hogyha mégis megtörténik a betörés, akkor tudja azt a rendőrnek mondani, a rendőrségnek mondani, hogy ez meg ez, amit keresni kell. És hát mielőtt elutaznak, én azt gondolom, hogy a lehetőséghez mérten a szomszédokkal jó kapcsolatot kell ápolni, a baráti körrel, hogy nézzenek rá a lakásra, mondjuk egy postaláda, ami már nincs kiürítve egy hete, és tele van mindenféle küldeménnyel, az mondjuk ilyen hivalkodó lehet, vagy hívogató jelet a bűnelkövetők részére, tehát ezekről érdemes odafigyelni. Én azt gondolom, megint sokat lehet tenni annak érdekében, hogy megelőzik ezeket a bűncselekményeket. Ha mégis bekövetkezik, akkor ha hazaér mondjuk a tulajdonos a nyaralásból, és sajnos mondjuk betöltek a lakásába, akkor ne kezdjen el keresni a helyszínen semmit, hogy mi tűnt el.
kell, mert nyilván ezzel megváltoztatja a nyomokat, ami a későbbiekben olyan fontos lehet a felderítés során, hanem tegyen bejelentést, és akkor a rendőrség majd elindul forró nyomon az ügyben. Ja, vannak olyan technikák, amelyek képesek akár távolról, telefonról is mondjuk a redőnyt felhúzni, lehúzni, a villanykapcsolót fölkapcsolni, lekapcsolni. Ezek is jók lehetnek, igaz? Abszolút, igen, egyébként vannak ilyen dolgok, nem is okos eszközök, vannak olyan látszólag videókamerának kinéző eszközök, amelyeket felszerelnek az ajtó felé, és villog, és valaki azt értékén nem tudja megkülönböztetni, vagy van esetleg még külön lámpa is rajta, ami bekapcsol. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindent, amit annak érdekében teszünk, hogy a saját magunk és a környezetünk biztonságban legyen, azt meg kell tenni, és akkor ezzel is azt gondolom, hogy egy komolyabb lépést tehetünk annak érdekében, hogy az ilyen típusú bűncselekmények háttérbe szoruljanak. Mi a tapasztalat egy betörő, bár nehéz betörő fejével gondolkodni, de inkább olyan helyre megy be, ahol azt gondolja, hogy komoly értékek vannak, vagy inkább olyan helyre megy be, ahol azt látja, hogy gyorsan be lehet menni, és gyorsan ki lehet jönni? Hát az alkalom szüli a tolvajt, hogy a mondás mondja, erre is arra is van példa, de talán egyébként a kisebb lebukási veszély az inkább csalogató lehet, de nyilván, ha valóan nagyon be akarnak menni, mert úgy gondolja, hogy komoly értékek vannak, akkor mindent el fog követni annak érdekében, hogy próbáljon bejutni abba az ingatlanba. Ja, ha már itt tartunk, akkor a nyári vakációtól függetlenül is úgy tűnik, hogy most egy kicsit talán több ilyen jellegű betörés történik a Vármegyében is, nem csak ebben a Vármegyében, már melyik másikban is, hiszen ugye most nehezebb a gazdasági helyzet, kevesebb az emberek pénze, és hamarabb gondolnak esetleg egyes emberek arra, hogy így próbálják megoldani a pénzügyi nehézségeiket. Mit tapasztalnak? Mindenképpen el kell ismerni, hogy hosszú éveken keresztül az volt a tapasztalat, hogy a vagyonai bűncselekmények, mint általában az összbűncselekmény szám az egyre inkább kisebb volt, és nyilván volt egy covidos időszak, abban a két évben úgy nehéz lakásbetörést elkövetni, hogy egész család otthon van egyébként. Tehát van egyfajta természetszerű dolog abban, hogy a mostani időszakban több ilyen bűncselekmény van, a gazdasági helyzet is nyilván determinálja azt, hogy most akkor hogy alakulnak ezek a folyamatok. Valóban több ilyen van, de én azt kell, hogy mondjam, hogy túl azon, hogy esetleg az elkövetői kör nagyobb vagy megszaporodott, a sérteti közrehatás is nagyobb. Tehát az elmúlt időszakban több olyan volt például, hogy a gépkocsit úgy tulajdonították el, hogy benne volt az intókulcs, és nem volt lezárva, tehát hogy egy óvatlanabbak lettek az emberek. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy talán elkényelmesedtünk egy kicsit az elmúlt 4-5 évbe, nem figyeltünk, már megszoktuk ezt a fajta a világot, ami most egy picit valamilyen szinten változik. Tehát igenis zárni kell az ajtót, zárni kell a gépkocsi ajtót, figyelni kell, hogy hol parkolunk vele, hogy ne legyen benne például olyan tárgy, mondjuk egy laptop, ami hivalkodó. Ezekre a dolgokra oda kell figyelni, és azt gondolom, hogy meg lehet fordítani ezt a folyamatot. Mi a jellemző, hogy mondjuk a vármegyei ilyen jellegű bűncselekményeket a vármegyében élők követik el, vagy régen volt olyan, hogy esetleg más vármegyéből, más megyékből érkeztek bizonyos bűnöző csoportok, és akkor úgy egy részt végigraboltak? Hát ez változó. Valóban így van, hogy korábban azért nagyon sok szomszédos megyéből érkező elkövető volt, akik aztán sorozat jellegűen nem csak a mi várunkban, hanem más megyékbe is megfordultak, és gyakorlatilag az egész országot végigrabolták, vagy lopták, ameddig a rendőrség fel nem derítette őket. Erre is van példa, de azért vannak saját elkövetőink is, úgyhogy ilyen is azt tudom mondani. Tényleg sokat lehet tenni a lakosságnak azért, hogy ez ne következzen be, tehát oda kell figyelni magunkra. Ja, vannak még a kellemes, úgymond idézőjelben kellemes szélpontok, ezek a nyári lakók, mondjuk a Tiszaparton, ugye nem vagyunk ott állandóan, nyilván gondolom, ott sem kell komoly értékeket tartani, meg jó be kell zárni. Értelemszerűen nem, nyilván ami mindenképpen létszükségre, vagy szükséges, az legyen ott, de függetlenül attól, hogy milyen világot élünk, azért nagyobb összegű készpénzt otthon tartani, azt gondolom, hogy butaság. Tényleg azt gondolom, hogyha valakinek például van egy jó, nyilván ahova be akarnak menni az elkövetők, nagy valószínűséggel be is fognak menni, de ha valakinek van egy komolyabb nyaralója, akkor szánja rá azt az összeget, hogy aktív és passzív biztonsági eszközökkel felszereli, hogy komoly nyilázárok legyenek, hogy rács legyen az ajtón, hogy legyen riasztó bekötve, vagy ahogy az előbb is szóltunk róla, vannak okos eszközök, amelyekkel lehet ezt nyomon követni, hogy mi történik az ingatlanba, kamerát szereljen fel. Ezek mind olyan dolgok, amelyek segítenek a rendőrségnek abban, hogy egyrészt a megelőzésben, másrészt megtörtént a bűncselekmény, akkor sokkal könnyebb elindul egy olyan helyszínen, ahol vannak ilyen eszközök, amelyek segítik a nyomozást. Ilyen tekintetben egyébként milyen az eredményessége a vármegyei rendőrfőkapitányság? Hát, ha van támpontunk, van segítségünk, itt kamerafelvétel, vagy más hasonló dolog, akkor azért eléggé nagy valószínűséggel elfogjuk az elkövetőt, tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy mindig megvannak az elkövetők, csak időkérdés, amikor azonosítjuk be. De azért azt el lehet képzelni, hogy tiszaparti, mondjuk egy domrádi nyaraló esetében, ahol a lakosok nem voltak már kint 5 hónapja, és akkor most kimennek majd júniusban, most már jó idő van, és
amikor azt veszik észre, hogy 5 hónapja nem voltak, de betörtek, abból azért nehéz elindulni most már egy ilyen nyomozást eredményesen lefolytatni, főleg úgy, hogy nincs semmiféle, se egy kamera, se egy riasztó, még csak arra sem lehet következtetni, hogy mikor történt az elkövetés. Ezek azért megnehezítik a dolgainkat. Még egy kicsit, ha már a beszélgetésünk elején az online ügyek szóba kerültek, ugye a lopások, a pénz eltulajdonítás az online térben is nagyon intenzív. Gondolom, hogy ilyenkor azt sem javasolják, hogy mondjuk akár egy nyaralás közben az embernek nincs jobb dolga, akkor valamit mókol a telefonján, és akkor hip-hop valami internetes csaló megszabadítja pár 10 vagy 100 000 forinttól. Így van, tehát a internetes elkövetők azok utaznak arra, hogy amikor az ember kevésbé odafigyelő, figyelmetlenebb, mondjuk szűkösebb az ideje, mert mással van elfoglalva, csak félig foglalkozik azzal, amit tesz, hogy akkor próbálják elkövetni a bűncselekményt. Egyébként is jellemző az ilyen típusú bűncselekmény, az elkövetők sürgetik a másik felet, hogy utaljon, vagy adja meg a különböző bankszámlához kapcsolódó azonosító adatokat. Körültekintőnek kell lenni, ne kapkodjunk sosem. Én szerintem, ha vásárolni szeretnénk online, akkor sem kell, még hogyha a hivogató is az ajánlat, járjuk körbe, nézzük meg azt, hogy ki a hirdető, milyen internetes oldal, aki esetleg árul magánszemély bármilyen terméket, hogy milyen kommentek vannak hozzá, hogy mennyire teljesíti ezeket a vásárlásokat, aztán a későbbiekben. Tehát mindig körültekintően, és hát a legfontosabb, hogy a folyószámlánkhoz hozzáférjen, és senkinek ne adjunk. Ez egy általános szabály egyébként, ezt sem a pénzintézetek nem kérik, sem a tisztességes online kereskedők nem kérik, tehát ilyen dolgot, hogy megadjuk a felhasználó nevet, meg az azonosító számokat, ilyeneket nem kérnek, és ezt mindenki tartsa észben egyébként a folyóparton nyaralva és okostelefonnal a kezében. Köszönöm szépen, jó tanácsokat, köszönöm, hogy velünk volt. Nagyon szívesen. A vakáció beköszöntével felmerül a kérdés, hogy idén nyáron hova menjünk. Egyre többen választják a falusi vendéglátó és szálláshelyeket, amelyek olyan élmény nyújtanak, amit egy szálloda vagy a Balatonpart nem tud. Erről is szó esett egy minapi turisztikai konferencián Fehérgyarmaton. Fehérgyarmaton a Leveles iskolába hívta a falusi turizmus iránt érdeklődő szakembereket az idén 30 éves vármegyei szervezet. A Via Tisza által szervezett projekt keretében a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei FATOSZ elnökeként én is szóhoz jutok, és az a szerepköröm itt, hogy tájékoztassam a megjelent vendégeket, hogy hogyan is és milyen új fejlemények vannak a falusi turizmus vendéglátás területén. Hát én azokat a terveket fogom előadni, amelyek már most is zajlanak, tehát új honlap, új felületeket hozunk létre, online felületeket, amelyen el tudjuk érni a falusi turizmusban szereplő vendéglátókat, vendégszállásokat, hogy azokat összefogva egy egységes arculattal és egy azonos gondolat mentén tudjuk kínálni megyénk értékes területeit, látnivalóit, attrakcióit, hiszen nagyon sok érdekes és értékes területünk van, és a falusi turizmus, mint egyre népszerűbb szálláshely véleményünk szerint nagyon, nagyon lényeges eleme lehet ennek, és azok, akik ide messziről ellátogatnak hozzánk, azok jó szájízzel és elégedetten távozzanak és visszatérjenek mi hozzánk. A FATOSZ, vagyis a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének elnöke azt mondta, a helyi az egyik leginkább sokszínű vármegyei szervezet az országban. A sokszínűségről ugye már csak úgy is beszélhetünk, hogy maga a megyének a neve, ugye Szabolcs-Szatmár Bereg megye, tehát már három kifejezés kell hozni, hogy a sokszínűséget bemutassuk. Ez megjelenik a természetes vonzerőkben, az építetődésében, a kultúrában, a határközeliségben. Ez mind-mind olyan vonzerő, amit a turisták igencsak szeretnek. Nagyon sok falusi szálláshely található ebben a megyében, ebben a kiemelt turisztikai térségben, és nagyon aktívak a kollégák, nagyon nagy kapacitásokkal működnek, illetve nagyon erősen igyekeznek a fejlesztésekre fókuszálni. Nagyon sok pályázat megy be ebből a térségből, nagyon sokan nyernek, és kiváló szolgáltatók vannak jelen ebben a térségben. A tanácskozáson részt vett a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács elnöke is, aki a helyi tapasztalatokról számolt be. Jelenleg úgy történik, hogy eljönnek hozzánk a határon átjön a turistabusz, elmegy Kárpátalján kirándulni, ahol vannak ilyen boltok meg lehetőségek, ott megveszik a mindenféle kínai baulit, és mire már odaérnek a vendégfogadóhoz, vagy azokon a helyeken, ahol a magyar terméket tudnak venni, már nem vesznek, mert minden turistának az van, hogy bizonyos összeget magával, azt el akarja költeni arra, hogy most akkor ajándékot visz haza, aztán már nem érdekli. Tehát azt szeretnénk, hogy amikor átjönnek hozzánk a vendégek, akkor először oda irányítjuk ezeket a buszokat, ahol
kárpátai, igazi kárpátai termékeket tudnak megvásárolni, és aztán fognak már kirándulni Kárpátalján. Maga a projektnek az aktualitása az, hogy amellett, hogy van nekünk minőséges vendégházunk, vannak attrakciónk, amellett kell, hogy legyenek szakembereink, akik be tudják mutatni, mert hogyha nálunk vannak olyan helyek, ahol rossz is az út, de hogyha az idegenvezető felkészült és jól be tudja mutatni Kárpátalján, akkor már a vendégek elfelejtik azt, hogy rossz volt az út, vagy hogyha a vendégfogadónál jó az étel, jó a szállás, akkor szintén már ezeket a határon való várakozást, illetve a különböző infrastruktúrális hiányosságokat már akkor elfelejtik, és aztán szívesen jönnek majd vissza Kárpátaljára, és ezért gondoljuk azt, hogy a túravezetés, a túraútvonalatnak is szükség van, mert ez egy specifikum a túraútvonalatnál. Új elemekkel bővül idén a minőségbiztosítási rendszer a falusi szolgáltatók esetében. Azt, hogy ezek a termékek, ez a kínálat, ez milyen erős és milyen színvonalú, ebben nyújt segítséget a szövetségünknek, ugye a napraforgós nemzeti tanúsító védjegy rendszere. 1-4, a jövőben pedig 1-5 napraforgóig van lehetőség egy szolgáltatónak úgymond megmérni magát, minősítetni magát, és ezzel is üzen a vendégeknek, hogy ő milyen színvonalú szállást, milyen színvonalú szolgáltatást kínál. A turizmus 2.0-nak az az indítatása, hogy megosszuk Magyarország iránti szeretetünket a turizmus fejlesztésen keresztül, a turizmus marketingen keresztül. Úgyhogy mindegy, hogy ki szállásadó, ki vendéglátós, ki jegyző, mindenki azért dolgozik most ebben a közösségben, és otthon is, hogy elmeséljük Magyarország történetét, és ezáltal még több vendéget hívjunk a országba. Mert hogy alapvetően miért készül egy ilyen stratégia? Hogy a hazai turisztikai teljesítményünket növeljük a vendégészakákat, a vendégek számát, az árbevételt, a tartózkodási időt, mindent, amit önök is mérnek szolgáltatói szinten. Az első felismerésünk, hogyha olvassák, még a KSH-ban jobban vagyunk, és nagyon hasznosak a 2 évenkénti jelentéseik a magyar lakosság utazási szokásairól, akkor azt olvassuk benne, hogy gyakorlatilag évtizedekre visszamenőleg az országban, belföldi piacról beszélek, körülbelül a háztartásoknak a harmada utazik. Ez azt jelenti, hogy a harmada képes egy vendégészakát eltölteni valamilyen szálláshelyen. Ez az arány nem változik. 3 dolog kell ugye a turizmushoz. Szabadidő, diszkrecionális jövedelem és motiváció, hogy az utazást válasszam. Na most, ha 3-ból nem tudjuk jelentősen növelni a szabadidőt, nem tudjuk a diszkrecionális jövedelmet, nem tudjuk motiválni az embereket utazásra, nem tudnak többen belépni. Tehát azt szoktuk mondani, hogy a belföldi piacunk korlátos, felső korlátos. De mi szeretnénk a turizmus teljesítményét növelni. Honnan tud akkor Magyarország növekedni? A belső piaca ugye felső korlátos, ráadásul önök is bizonyára érzik, hogy van egy belföldi recesszió, Covid kapcsán, háború okán, gazdasági változások okán. Csak a nemzetközi piac adhat megoldást erre a bővülésre. Magyarul, hogy a torta nagyobb legyen, hogy azt fel tudjuk különböző térségek között, a térségen belül meg a szolgáltatók szeretelni. A változtatásnak az a célja, hogy a turisták az igényeikhez és a pénztárcájukhoz mérten legideálisabb szálláshelyet tudják kiválasztani. Ez a védjegyrendszer, nemzeti tanúsító védjegyről beszélünk, aminek egyébként a Kárpátalján is vannak egyébként megfelelői, pontosan a mi rendszerünkre alapozva. Ez nagyon hasonló, de kiterjedtebb a szállodák csillagos minősítéséhez képest, tehát minél magasabb a napraforgószám, annál magasabb, annál színvonalasabb, annál komplexebb szolgáltatást fog kapni az odalátogató vendég, és nagyon jól tud tájékozódni, hogyha egy magasabb színvonalat keres, akkor egy 4-5 napraforgósat kell majd keresnie, hogyha egy alacsonyabb színvonalú szállást keres, akár csak amiatt, hogy a kedvezőbb árat szeretne elérni, akkor 1-2 napraforgót fog keresni. Terveik szerint új honlappal, mobiltelefonos applikációval, valamint turisztikai infopontokkal javítják a kommunikációt a szolgáltatók és a turisták között.
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében elsőként Tiszaeszláron adtak át TOP pluszból megvalósult beruházást. A településen két belterületi út újult meg, több mint egy kilométer hosszúságban. A beruházást Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetőjének jelenlétében avatták föl. A politikus az eseményen arról beszélt, hogy a kormány számára fontos, hogy növeljék a kistelepülések vonzerejét és népesség megtartó képességét. Tiszaeszláron Kerecsen József járt. Tiszaeszlár központi kereszteződéséből ágazik el az Arany János és a Rákóczi Ferenc utca. Előbbi csaknem 350, utóbbi több mint 600 méteren kapott új burkolatot. A település önkormányzata tavaly adott be pályázatot a felújításra, amely már régóta váratott magára, mondta el Vajda László, a település polgármestere. Nagyon rossz minőségű volt, és a településünk úgy döntött, hogy ha lehet, ez mindenféleképpen elsőbséget fog élvezni. Keskeny is volt, tehát nem, két autó nem fért el egymás mellett, ezt a problémát megszüntettük, patkáztuk, és ahogy beszámolomban is mondtam, úgyhogy még a járdákat mindent hozzá fogunk emelni, igazítani. A két útszakasz felújítása Európai Uniós forrásból valósult meg. Az átadás ráadásul némiképp történelmi jelentőséggel is bír. Ez az első TOP pluszból megvalósult beruházás a vármegyében. Sezták Oszkár a vármegyei közgyűlés elnöke azt mondta, a jövőben komoly szerepet kaphatnak ebben a konstrukcióban a településen belüli korszerűsítések. A TOP-ban nem volt belterületi útra fejlesztés, 4-5 számjegyű utakra volt, sok lehetőség volt ebben, sok önkormányzat élte ezzel a lehetőséggel, viszont ez a bizonyíték rá, hogy a TOP pluszban immár belterületi útra is lehet fejleszteni, és arra is bizonyíték, hogy a TOP pluszban már működnek a források, habár az Európai Unió egy részét a forrásoknak, egy részét visszatartja, de elindult a TOP plusznak is a végrehajtása. Ez mindenféleképpen örvendetes, hiszen Tiszaeszláron nagyon sok fejlesztési hiányosságunk volt, hátrányunk volt az elmúlt önkormányzati ciklusban, de az új polgármester, a képviselőtestület nagyon beleállt a fejlesztésekbe. Erre jó példa a nemrégiben épített új községháza, egy korszerű konyha kialakítása, de a Bashalom felé vezető külterületi útszakasz újraaszfaltozása is tavalyi beruházása a településnek. Itt Tiszaeszláron a TOP pluszból újul meg ez a két útszakasz, de Magyarfaluból is sikerült felújítani belterületi önkormányzati kezelési utat, sőt önerőből járdát újítottak föl, és a közút kezelésében lévő Bashalom felé, amiről ma már volt szó, útszakaszt is sikerült megújítani. Büszkén mondhatom, hogy a környékbeli települések polgármesteri előtt, hogy nem csak Tiszaeszláron, bár Tiszaeszláron volt mit bepótolni, hiszen 2019-től vezeti, mondjuk úgy, hogy KDNP-s polgármester a települést, és ez egy jó példa, és a többiek is, akik itt vannak, vagy fideszesként, vagy független polgármesterként, hogy Magyarfaluból, BMS pályázatokból, uniós forrásokból a belterületi utakat, a négy számjegyű utakat sikerült megújítani, mert majdnem első helyre tettük, a helyi gazdaságfejlesztés van az első helyen, hiszen erről is beszélgettünk, hogy munkahely kell az embereknek, mert ha munka van, minden van, van jövedelem, és abból van megélhetés, akkor tudunk előrelépni, akkor tud ez a vidék is polgárosodni. De a második helyre tettük a helyi közlekedés fejlesztést, vagyis a közlekedési infrastruktúra megújítását, és a harmadik hely pedig, nagyon sokan vannak itt tiszamenti polgármesterek, a turisztikát, hiszen frakcióvezető úr Tokaj és Nyíregyháza egy turisztikai kiemelt térségbe tartozik, és a választókerületből 9 település tartozik ide. Meg is próbálom felsorolni: Tiszadada, Tiszadob, Tiszalök, Tiszavasvári, Rakamaz, Gávavencsellő, Balsa és Szabolcs, plusz Nyíregyháza, úgyhogy turisztikailag is nagy jelentősége van ennek a térségnek, és ehhez pedig kellenek utak, belterületi utak, közutak, elkerülő utak, amelyeknek a fejlesztése az elmúlt 5 évben sikeres volt. Vinai Győző a térség országgyűlési képviselője is Tiszaeszlár elmúlt évekbeli fejlődését emelte ki.
A belterületi utak elhanyagolt állapotban voltak, úgyhogy több forrásból, BMS pályázatból, tehát belügyminisztériumi hazai forrásból, Magyar Falu programból, és most egy uniós forrásból sikerült két belterületi útszakaszt megújítani, újra aszfaltozni. Ez nagyon fontos, azt gondolom, hogy a település megtartó erejét is erősíti. Emellett óvoda, iskola, polgármesteri hivatal felújítása volt, egy konyhát adtunk át, tehát sok minden történt az elmúlt 4 évben, ez is mutatja, hogyha van egy ambiciózus polgármester és egy jó csapat mögötte összefogva a képviselővel, akkor egy jó pályára tud állni a település. A beruházást Kocsis Máté jelenlétében adták át. Messziről, ha nézi valaki ezt a rendezvényt, azt gondolhatja, hogy miért nagy dolog egy utat leaszfaltozni, miközben nem gondol bele abba, hogy a magyar kormány 2010 óta nem véletlen követ egy jól meghatározható stratégiát, és nem véletlen vállalta, hogy nem csak a Magyar Falu programon keresztül, hanem egyéb más módokon is mindent megtesz azért, hogy a magyar kis településeket fejlessze. Emögött van egy, vagy húzódik egy történelmi megfontolás, és húzódik egy gazdasági szándék. Sőt, egy társadalmi, vagy ha úgy tetszik, szociológiai megfontolás is. A történelmi háttér az az, hogy a pártállami időkben a nagyvárosokra koncentrált szocialista típusú iparosítás következtében a magyar falvak elnéptelenedtek, előregedtek, és ami talán még kevésbé tette őket vonzóvá, az állapotuk is rettenetesen leromlott. Az aktív munkavállalók, a munkaképes korúak nagy részben elhagyták ezeket a településeket. És annak a felismerése, hogy a magyar vidék az nem valaminek a széle, hanem ennek a nemzetnek a szíve közepe, ez talán a jelenlegi kormány egyik legnagyobb érdeme. És miután ez a felismerés megtörtént, nem maradt más hátra, mint sem meghirdetni azt, hogy a magyar falvak, a magyar települések magas minőségű, fiatalok számára is vonzó, és olyan életet biztosítsanak, ahol nem csak dolgozni lehet, de gyermeket is lehet vállalni, gyermeket lehet nevelni, boldogulni lehet, és akár a közlekedést, akár az infrastruktúra bármely más területét tekintve teljes életű, városias, de a városi létnél magasabb minőségű életet lehessen élni. Tisza Eszlár ebben jár élen, saját óvodával, saját iskolával és folyamatosan megújuló utakkal. Azért nagy dolog a mai nap, mert bár egy aszfalt csíkon állunk, mégis annak a szimbóluma, hogy sem a magyar kormány, sem a magyar falvak vezetői nem hagyják elveszni a kis településeket, és én azt gondolom, hogy a magyar megmaradásnak és az egészséges, minden értelemben vett egészséges magyar életnek és magyar jövőnek is ez az alapja, és éppen ezért köszöntem meg önöknek, hogy itt lehetek. Kis alkalom, de mégis nagy, és én azt kívánom önöknek, hogy sok-sok ilyen felújításban, beruházásban legyen még részük, és azt kívánom önöknek, hogy ez ne csak az életminőséget, hanem a gyarapodást is, és a helyben maradás erősítését is meghozza a falu számára. A Fidesz frakció vezetője elmondta, komoly törekvése a kormánynak, hogy pótolja az elmúlt 30 évben elmaradt fejlesztéseket vidéken, visszafordítva ezzel a kis települések előregedését és elnéptelenedését. Meg kell találni azt a módot, ami visszavezeti az embereket a településekre, a kis településekre, a falvak világába, és meg kell találni azokat a módszereket, amik vonzóvá teszik a fiatalok számára is, hogy ezek igenis élhető, sőt sok esetben minőségi életre igazán teret adó települések, ezért ezeket fejleszteni kell, hogy itt lehessen gyermeket vállalni, gyermeket nevelni, boldogulni, munkahelyet találni, és hát igen, ennek része az infrastruktúra is, tehát igaz, hogy ma ez egy útátadó, de tulajdonképpen annak a legjobb szimbóluma, hogy a magyar kormány nem mondott le a magyar kis településekről, a falvakról, hanem igenis még a legnehezebb háborús időkben, brüsszeli szankciók kellős közepén is még arra törekszünk, hogy jusson forrás ezekre a beruházásokra. Az átadó ünnepségen elhangzott Tisza Eszláron kedvező hatásai voltak az elmúlt évek fejlesztéseinek. Az önkormányzat pénzügyi stabilitásának megteremtése mellett a lakásvásárlások és a gyermekvállalások száma is növekedésnek indult a településen. Eddig tartott ma 35 perc, legközelebb szerdán várjuk önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!